ne értsen félre, kedves művésznő, de nekem szenvedélyem az, hogy szép nőkkel vacsoráznom együtt. De hogy értem félre, ez a szenvedély különben is most Pesten nagyon elterjed. Ügyvéd úrnőtlen? Igen. Óriási találmány. Ön ügyvéd? Igen, én ügyvéd vagyok. Ezt csak akkor hiszem el magának, ha megiszik velem egy pohár konyakot. Azért kértem, hogy maga is jöjjön velünk, mert a feleségem mégis megtudná. Tudom, azt fogjuk mondani, hogy a hölgy hozzám tartozik. Hol van most az ő? Az életemről van szó. Itt a feleségem. Könyörgök, mondja, hogy az a hölgy a maga felesége. Engedd meg szívem, hogy bemutassam neked, kérlek szépen, dr. Orbói István élő nagysága. Kicsit késő jöttél, szívem. Nem kaptál taxi? Mióta házasod? 4 éve. És gyerek? Legjobb volna, hogy holnap este vacsorára jönnétek. Kérem, azt hiszem, az lesz a legokosabb, ha a feleségének elmondom mindent. Rohan, csak azt próbálja meg, uram! Hát előbb-utóbb úgyis rájön mindenre. Esetleg nem. Az urak számára nagyon kedves és vicces dolog összefogni egy szegény megcsalt asszony ellen. Nagyon gavalléros dolog segíteni a hazugságba, hogy a hiszékeny, naív asszonyt aztán lelkiismeretlenül kinevethessék. Úgy látszik, egy veszedelmes szélhámos nő karmaiba kerültünk. A te szerelmed így van. Piki, piki, piki. Kedves lév. Mert ez a szerelem életem mindenem. Képzeld, a feleségemnek annyira megtetszett a te házasságod, hogy kimondottan házasságpárti lett. Azt szeretném én látni, hogy nekem valaki megtiltsa, hogy az urammal beszélje. De a kisasszony hozott ennivalót, abroz, ezüstöt, bort, pezsgőt. El tudja képzelni, hogy egy nő az öntudta nélkül bemegy a hálószobájába és lefekszik az ágyába. Lila kombinéva fekete csipkével. Én ebben a hölgyben halálosan szerelmes vagyok és el fogom venni feleségül. Mert ez a szerelem életem mindenem már.